Szia! A korábbi videóimból kiindulva úgy döntöttem, nem engedem még el ezt a táskatípust, amit az előző két alkalommal horgoltunk együtt. Most arra gondoltam, hogy megmutatom neked, hogy a Háti Univerzális Táskának a mintáját, hogy lehet egy icipicit megvariálni a színváltással. Semmi extra nincs ebbe, nem a nagy táskát fogom bemutatni, hanem hogy újdonságot is láss, egy ilyen kis mini táskát fogunk készíteni. Most az a kérdés, hogy tanulsz-e annyit egy mini táska elkészítésekor, mint egy nagynál? Szerintem ezt el is döntöttük, természetesen igen. A színváltást szeretném tényleg csak megmutatni, illetve a kis táskánál a szemszámok miatt érdemes követned, hogy mit, hogy készítettem el, hogyan számoltam ki. Nagyon köszönöm, hogy itt vagy, ezen a Nazsinór csatorna, Molnár Melinda vagyok. Tényleg tarts velem, és megláthatod azt, hogy hogyan készíthetsz egy édes kis mini baget. Lássuk, mi kell ehhez a kis táskához, amit mára terveztem nektek. Kezdjük is az alapoknál. A kis projektfüzetem tartalmazza a munkamenetét nagy vonalakban, és a szükséges hozzávalókat is felsoroltam benne. Ami azt illeti, Snore by Milla, 5 mm-es zsinórfonal, a szokáshoz híven, illetve az enyémhez. Maradékok elegendők lesznek. Elméletben mutatom, 400 g elég a táska elkészítéséhez. Ez egy tinédzser, illetve akár kis szaladgálós táska is lehet a számunkra. A mobiltelefonunk és egy tárca bőven elfér benne, és az iratok kell hozzá, nekem egy behúzó, illetve nekünk. Szükségünk lesz a szokásos karikákra, egy pillanat, még a bőrt mutatom, és még egy 1 méteres, de most csak 1 centis bőrcsíkra, amelynek mindkét végén karabiner van. Ez fix, nem állítható, én magam készítettem, hogyha te nem tudsz ilyet szerezni, akkor mindenképpen válasz egy normál méretű pántot, ami általában 2 cm szélességű, akkor nagyobb karikákat kell választanod. Ezek itt 2 cm-esek, én a picikéket választottam ehhez a vékony pánthoz, neked akkor javaslok 2,5-est a felsőre, mint a nagy táskánál a korábbi videóban. Ugye a behúzót már mutattam, ehhez a kismérethez elegendő egy 55-60 cm-es. Szemjelölőket mondtam, szokásos tűk, a 10-es, így mutatom, és az 5,5-es a behúzáshoz. 5-ös, jobban mondva, bocsánat. És ezen felül semmi másra nincs szükség. Címkére, hogyha szeretnél rávarni saját logós címkét, egyes varrótűre és cérnára, akkor ami színben passzol. Nos, kezdjük is el. A szokásos módon kezdünk, egy kör alappal. A sötét színnel fogom kezdeni. A tervek szerint 8 sor sötétet fogok falemelésként végezni, és 4-et világos alappal. 3 plusz szaporításig készítem a búza szemes kört. Mivel sötét alappal kezdek, megpróbáltam egy kicsit több fényt idehozni. Meglátjuk, hogy ez így hogy fog működni. Mindenképpen a sötét alapot javaslom kezdésnek, bármilyen színből variálom össze a táskát, mindig a sötétebb árnyalatokat helyezem alulra. Szokásos kezdési módszer, Magic Ringbe 6 rövid pálcát készítek, azt tökéletes zárással összekapcsolom. A korábbi videókban készítettünk már több kör alapra készült táskát. Ez is hasonló lesz, ráadásul ugyanazt az X-szemes, keresztszemes technikát fogjuk alkalmazni. A kör alapnál azonban a búzaszemet fogjuk majd még használni. Mivel ez a legmasszívabb alap, a legkevésbé horpadó,
így mindenképpen ezt javaslom köralapú táskákhoz első körben. Ugye tökéletes sorzárást alkalmazok. Fel fogom gyorsítani a videót, amíg a köralap elkészül. Javaslom, hogyha nem vagy még elég gyakorlott a kör alap készítésében, nézd vissza az előző videók közül az XMS háti univerzális táskának a videóját. Eljött a pillanat, amikor készen van az alapom.
és szeretnék egy szépséges zárást csinálni neki, ami azt jelenti, hogy kúszó szemmel fogok rajta körbe menni, ahogyan a normál keresztszemes univerzális hátimon, és utána fogok falat építeni. Tehát, ahhoz, hogy kúszó szemsort készítsek, el fogom vágni a szálat, és ami azt illeti, ugye 5-6-szor annyit hagyok szálat, amennyi a kör kerülete. Tehát meg vagyok egyszer. És meg vagyok körülbelül 6-szor. Igen, 6. Felhúzom a szálat. Tökéletes zárást készítek minden egyes sorban, ami most következik, tehát ebben is, és a kúszószem sorban is. Ami azt jelenti, amit már a korábbi videókban tőlem tapasztalhattatok, tökéletes munkabefejezést készítek. Szemimitáló technikával. Most elbújtatom még itt hátul a szálat idejében, amíg még hozzáférek. Sikerült ráhorgolnom, úgyhogy most itt csak vissza, ellenkező irányban visszahúzom. Most pedig következik a kúszó szemsor, következő szemben feljövök, és szépen körbehaladok. Az utolsó szemet megint csak tökéletes zárással fogom elkészíteni, tehát az utolsó szemmel egyetemben tökéletes zárást készítek kúszó szemmel. Körbeértem, felhúzom a szálat, tökéletes sorzárást készítek ismételten, most kúszó szemmel kimondottan. Nos, mivel hosszú szálam maradt, én ezt fel fogom használni a sorzárásokhoz. Lehetséges, hogy a mintaleírásban már eleve így készítem, hogy hosszú szál is maradjon, és innentől kezdve sokkal könnyebb, hogy hol kezdünk. A kezdési hely az a szem lesz, ahol kijöttünk a szállal. Húszó szemet érintetlenül hagyva.
kúszószem mögött a szem tetejébe öltök mindkét szálba, és hozom a főszálamat. Elkezdem a falemelést. Keresztemes technikával dolgozok. A tű lefelé van, a fonal alatta, fordítok, és már veszem is át a szálat. Elkezdek horgolni. Tű nem fölötte, vagyis a fonal nem fölötte, hanem alatta. Keresztemes technikával. És így picit megcsavarodik. Ahogy az előző két táska videó alkalmával, most is ugyanígy dolgozok. Nos, a különbség azonban az, ennél a pici méretnél, hogy nagyon pici távolság van a két karika között, úgyhogy már túl is öltöttem magunkat. Kettő szemet készítek. A magasítást és az első szemet. És hozom a kis karikámat. Kibecsúszkáló karikát szeretnék készíteni most is, mint a nagy táskáknál. Közben itt a szálat eldolgozom, ugye? De itt maradt egy hosszú szálam, amivel a polcállal sorzárást fogom tudni majd készíteni. Ez nagyon fontos. Karikán belül dolgozok. Ilyen pici karikával dolgoztunk az előző táskáknál is, az alsó sorban, úgyhogy most is mennie kell, picit ugyan, nem ilyen nehezebb. Jó, kész. Így, legyen játék a karikának. És a következő szemtől megyek szépen körbe. És nem felejtem el behorgolni a másik oldalon is a karikát. Pontosan 4 szem lesz a karikák között, tehát ide fogok horgolni, be is jelölöm. Ide. Itt lesz majd egy karikám még. Előkezdtem a szemjelölőmi, illetve előtte vagyok egy szemmel, ugye mivel 2 szembe horgolom a karikát, és 4-nek kell közte lenni. És megint csak. Pillanat. Az utolsó szemmel pedig a záró szemet készítem el, ugye a pótszálammal, amit itt hagytam, mert ugye nagyon hosszú volt, hála az égnek. A kúszó szemes zárásomhoz hagyott szál, kivételesen. Egyébként pedig a szál véget hagytam volna ilyen hosszúra a kezdésnél. Tökéletes zárást készítek. Egy következő sorban lassabban készítem, illetve a következőben. Sőt, inkább vissza is játszom. Azok kedvére, akik nem látták az előző videóimat. Tehát, itt vagyok. Ez volt a főszálam. Van itt egy pótszálam. Pótszálat felveszem. Így, né. És húzom, húzom. Így. A
behúzom hátra. Egy teljesen tökéletes zárást készítek. Így nő. Abban a szemben kezdek, aminek a tetejét most fejeztem be. Innen szépen körbe haladva, egyszerűen csak készítem a keresztszemeimet. Pontosan 8 sort készítek, a falnak 8 sorát, úgyhogy ez volt az első, az előző, ez már a második. 8 sort készítek ezzel a színnel, és utána színt fogunk cserélni. Nos, elérkeztem, készen van a 8. sor. Most hozom az új színt. El is vághatjuk a szálakat, és elbújtathatjuk itt hátul. Én be fogom most dolgozni itt a munka mögött mindenképpen. Az új színnel összesen 4 sort fogunk készíteni. Tehát gyakorlatilag 1, 2, 3, 4, ez a 4 sor. 1, 2, 3, 4. Hát egy 10 centi szálat hagyok lógni a zárásokhoz. Körülbelül, hát azért ez több mint 10, közel 20. És ugyanott folytatom a munkát, ahol abba hagytam. Egyszerűen szálak mögül felhúzom az új szálat, hagyom lógni a kicsit lógó szálat a záráshoz, és elkezdek dolgozni. Nem esek kétségbe, nem esik keresztbe az első láb, addig csavarom, míg keresztbe nem esik. Így biztos, hogy keresztbe lesz. Eléggé erős kontraszt árnyalatokat választottam most így hirtelen. Ütős lesz a teljes kávé. Vagy a habos kávé. Így. Ez az egyik legegyszerűbb módja a színváltásnak, a keresztszemes táskáknál. Ismerek egy szebb módszert, amit be is fogok mutatni egy következő videó során, egy tökéletesebbet. És úgy döntöttem, hogy az egyszerűségre hajtok. Nos, készítek pontosan még 3-2 sort, a harmadikban elhelyezem a karikákat, készítek rá még egy sort, és azután kúszószem sorral, tökéletes sorzárásokkal fogom befejezni a munkámat, és utána összeállítom a táskát. Tarts velem a videó végéig, hogyha érdekel a befejezés, egyébként pedig következő videók során még a kör alapra készült táskák technikáit fogom boncolgatni, úgyhogy hogyha ez érdekel téged, akkor iratkozz fel, kérlek, a csatornára, és kövesd az újabbnál újabb videókért a munkámat.
a mintát belinkelem, a minta elérhetőségét itt a YouTube-on a megjegyzésekbe, illetve a hozzászólásról, illetve a... Jó? A mintát be fogom linkelni, a minta elérhetőségét a leírásba. Pontos szemszámokkal és alapos leírással a tőlem megszokott várható módon, tőlem elvárható módon. Következzenek a felső karikák. Hasonlóképpen horgolom be, mint az alsó sorban, kivételesen hiba nélkül. Pontosan, párhuzamosan az alatta lévő karikákkal. Tehát kettő szemet horgolok, azzal együtt, amivel feljöttem a sorban. És úgy csinálok, ugye, mintha a karika itt se volna. Így, így.
Igen, csak rövid vége maradt zárni. Nagyon szűkre szabtam. Máskor mindig sokat hagyok, most keveset sikerül. Amit azzal fogok orvosolni, mint egy korábbi videómban szükséges volt, hogy páröltéssel összefogom itt varni hátul a szálakat. Elbújtatom ugyan, de le is fogom ölteni, mert ez tényleg merőben nagyon rövidke szálacska. Színben passzoló cérnával egy pár öltést itt véghez viszek majd itt hátul. És akkor orvosolva van ez a kis probléma. Egyébként lehet, hogy nem is bomolna ki még így sem. De ezt így. És következik az utolsó előtti sor. Egyszerűen végigmegyek keresztemmel. Azután felkészülök a kúszószemes zárásra. Elvágom a szálat, kúszószemmel körbe megyek, és összeállítás következik. Most előkészülve a tökéletes zárásra kúszószem sor után el fogom vágni a szálat, mert még nagyon sok fonalam van. Körbetekerem 5-ször, 6-szor, inkább 6-szor a táskán. 1, 2, 3, 4, 5. Így megvan a 6. És itt elvágom a szálat. Befejezem a tökéletes pótszállal zárást. Már ezzel a szállal fejezem be, ugye, mivel nekem elfogyott a záráskor az előző sorban a szállam. Így, nagyon szép befejezés, és most szépen következő szembe kijöttem, és készítek egy kúszószemsort, amit tökéletes zárással befejezek, és jövök az összeállítással. Utolsó szem, az utolsó szemet ugye szemimitáló technikával fejezem be, illetve készítem el, megkeresem, hogy hová kell öltenem. Készen vagyok. Szállat elvágjuk, itt hátul el lehet bújtatni szépen. És következik az összeállítás. Amiben különbözik ez a táska, ugye a nagy tesótól, az az, hogy őt, belé nem készítettünk lyuksort. Elmondom azt is, hogy miért. Annyira picike a szemszám, hogy másból se állna ki az egész kis táska, csak a lyukakból. De ugye mi tudjuk, hogy hogy szeretnénk kinézzen, így arányosan el tudjuk osztani, hogy hová fűzzük be a befűzőt. Egyébként nagyon helyes kis cappuccino lett belőle.
szemre is megoldhatjuk, de számolhatunk is. Én úgy készítettem el a nagy tesót, hogy tényleg ránézésre készítettem, fűztem be. Behajtogatás után, ahogy látom, hogy hová esnek a redők, befűzöm egyszerűen. Próbálom arányosan, természetesen. Készíthetünk lyuksort is, de annyira feleslegesnek tartom, hogy kiugassuk, és több órás videót készítsünk róla, azért, hogy a szemszámok stimmeljenek. Egyszerűbbnek tartottam ezt így. Egyébként eredetileg is így készítettem, elég sokat eladtam belőle vásárokban, sokat jobban szeretik, mint a nagy tesót. Azonban, hogyha anya-lánya táskát szeretnél készíteni, akkor a legjobb dolog ez a kis videó, hogyha ezt megnézed. Már csak azért is, mert lehet, hogy ötletnek is elegendő neked, az is lehet, hogy a szemszámokra szükséged van, vagy a kis praktikákra. Ilyen bőrcsíkot bőr és cipőkellékesnél tudsz vágatni magadnak, illetve vásárolni levágva, mert nem nagyon szoktak vágni, csak nagy tételben, és te magad össze tudod kalapálni. Egy korábbi videómban nagyjából bemutattam, hogy hogyan készül. Minden adatot a bőrökről, a behúzóról, mindent meg fogsz találni a leírásban, mármint pontos méreteket, és a mintaleírást pedig linken keresztül fogod elérni. Köszönöm, hogy velem voltál, még egy pár kockát mutatok a kész táskáról, és azután várlak vissza a következő videóhoz. Hogyha szeretnél egy valódi cukiságot, egy édes kis táskát a kislányodnak, tini lányodnak, nagylányodnak, vagy magadnak egy rohangálós napra, hogy belehajítsd a telefonod egy közepes méretű tárcát, egy kulcsot és az irataid, néhány papír zsebkendőt és egy kézfertőtlenítőt, hangsúlyozzuk ki, akkor bőven elegendő neked egy ekkora táska, amit akár oldaltáskaként, akár hogyha a kislányod használja, hátitáskaként is tudtok használni, akár felváltva, akár mindkettőtöknek egy elkészül pikpak, nagyon kevés fonalból, maradék felhasználásra tökéletesen alkalmas.